Életünk közel egyharmadát alvással töltjük. A szervezetünkben ilyenkor zajlanak a legfontosabb regenerációs folyamatok, és ilyenkor készülünk fel a másnapi fizikai és szellemi feladatokra. Ezért a kialvatlanság az egész szervezetre hatással van. Nem megfelelő mennyiségű és minőségű alvás esetén a tartalékok kimerülnek, romlik az immunrendszer működése, így érzékenyebbek leszünk a fertőzésekre, és nehezebben gyógyulunk fel egy-egy betegségből. Nagyon sokszor a hátterében valamilyen lelkielakadás, nagyfokú szorongás, esetleg ilyen hétköznapi stresszek állnak, amik nyilván elsősorban az alvásunkban jelennek meg. Pontosan amiatt, mivel a hétköznapokban, ahogy tesszük a dolgunkat, nem biztos, hogy azokra koncentrálunk, amik szorongást okoznak, amikor pedig lefekszünk aludni, akkor ezek a tartalmak nagyon sokszor előjönnek, és emiatt akadályozzák a pihentető nyugodt alvásunkat. A rossz alvás sokszor hangulatzavarhoz kapcsolódik, ez a depresszió egyik első tünete is lehet. Nagy mértékben rontja az alvás minőségét például, ha képernyő vagy tévé előtt alszunk el. Ilyenkor lehet, hogy hamarabb elalszunk, viszont ez csak felszínes alvás lesz. Érdemes más módszerekkel megkönnyíteni az elalvást. Itt a legjobb az lenne, hogyha az ember valamiféle stresszoldó, relaxációs, meditációs technikát alkalmazna. Nagyon jó egyébként erre a sportolás is, nem közvetlenül lefekvés előtt, hanem mondjuk munka után, délutáni órákban segít az egész napos feszültséget levezetni, és akkor mindjárt az alvásunk is jobb lesz. Vannak egyébként erre megfelelő gyógyták, és ezeket ugye vény nélkül is lehet kapni patikában, de akár a házi orvos, akár a természetgyógyász is tud segíteni a megfelelő ilyen szeliterápiát. Terápiának a kiválasztásában, mert hát ugye a legjobb az lenne, hogyha nem elsősorban gyógyszerrel kellene kezelni ezeket a dolgokat. Az alvás 90-120 perces ciklusokból épül fel, ezek 4-5-ször ismétlődnek egy éjszaka folyamán. Az alvás igény azonban életkoronként eltérő. Egy újszülött többnyire csak enni és inni ébred fel. Egy felnőttnek napi 6-9 órányi alvásra lenne szüksége, míg az idős emberek többsége alig néhány óra alvással is beéri.